Köszöntöm Önöket a kibeszélőt látják, amelynek veheti vendége Fodor Gábor, a Közép-Európai Rendszerváltást Kutató Intézet igazgatója. És az apropót pedig a belpolitikai témák mellett külpolitikai témák is indokolták, így a múlt heti brüsszeli kis zűrzavar a Nemzeti Konzervatívok rendezvényén, vagy például a kilátások mit gondol az EP választásokon, hogyan fognak szerepelni a hazai pártok, és természetesen beszélgetünk még a főpolgármester választásról, illetve az önkormányzati választásokról is. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Kezdjük talán azzal, hogy, hogy mit gondol erre a múlt heti nemzeti konzervatív rendezvényt megakasztó, aztán mégiscsak engedélyező brüsszeli döntésről? Hát természetesen a rendezvényel kapcsolatban az embernek az az első dolga, szerintem, vagy legalábbis nekem az az első dolgom, ami eszembe jutott, hogy Hát Egyfelől valóban egy botrányról van szó, ez kétségtelen. És ö, hát, mint egy koron a Parlament emberi jogi vallásügyi és kisebbségi bizottságának az elnöke is mondhatom, hogy a szólásszabadság az egy rendkívül fontos értéke nem csak az Európai Uniónak, hanem minden demokráciának. És így ez nagy baj, hogyha valahol ezt nem tartják tiszteletben. És itt er, er, ezzel kellett szembesülni egyébként ebben a brüsszeli eset kapcsán, és valahogy az jutott eszembe, hogy szinte ez úgy kapóra jött nagy tálcán hozták ezt az ügyet a Fidesz számára, mert lehetett demonstrálni azt, amiről a Fidesz olyan régóta beszél, hogy hát kérem szépen Brüsszelben szörnyű dolgok vannak, hát most nyilván karikírozom egy kicsit a dolgot, szörnyű dolgok vannak, semmibe veszik a szólásszabadságot, és tessék, íme itt egy rendezvény, amely megmutatja azt, hogy valóban nem mondhatjuk el azt, amit akarunk. Tehát Komolyra fordítva a szót, szólásszabadság szent, hogyha olyan nézeteket akarnak elmondani, ami nekünk nem tetszik, azt is hagyni kell, természetesen ez erről szól, a szabadságjognak egy fontos fundamentuma. A másik oldalról meg, meg, mondtam, ez most politikailag jól jött a Fidesz. Nem volt ez egy kicsit provokatív jellegű? Tehát miért kellett pont most, pont az uniós csúcs előtti két napra rászervezni ezt? És ugye aki szervezte, az az MCC nevű magyar intézetnek a brüsszeli irodája volt. Igen, hát én azt gondolom, hogy ha nincs cirkusz körülötte, hát őszintén szóval én azt gondolom, hogy ez eltűnik a semmibe, tehát Brüsszelbe észre se veszik ezt a dolgot. Tehát a helyi polgármesterek, akik itt próbálták megakadályozni, mert ugye ez azért három polgármesternek az akciója volt ugye a hírek szerint, hát szerintem ők öngót lőttek ezzel az egész ügyjel. Ez biztos, hogy nem volt egy bölcs dolog. Ugye később, mint tudjuk, megszólalt a brit kormányfő és a belga miniszterelnök is ebben az ügyben, hasonlóképpen vélekedve, hogy az elején mondtam, hogy a szólás szabadsága szent, és el kell hangozni ezeknek a véleményeknek is, és tessék engedni ezt a konferenciát. Ez mind megspórolható lett volna, semmi nem lett volna, szerintem eltűnt volna a, a készülő európai, európai tanács ülés és egyebeknek az ajában, eltűnt volna minden, hogyha nincs körülötte ez a cirkusz. Úgyhogy szerintem ez egy teljesen értelmetlen dolog volt. Csak valójában én azt gondolom, hogy ha politikai hasznát nézzük ennek a dolognak, a Fidesznek hajtott hasznot. Hogyha még maradunk az európai parlamenti választáson, akkor mit gondol arról, hogy ugye Varga Judit helyett Dajcs Tamás lesz, lett az, a Fidesz EP lista vezetője. Vajon neki lesz akkor a politikai érdekérvényesítő képessége, mint amennyit gondolnak róla Brüsszelben? Hát, Varga József szerintem egy nagyon jó választás lett volna a Fidesz részéről, hiszen ne felejtjük el, hogy volt kormányzati tapasztalata, volt brüsszeli tapasztalata. És végig tárgyalta a pénzek egy részét. Tehát... Így van, pontosan. És ráadásul tehát ismeri a helyi brüsszeli bürokráciát, több nyelven beszél, egy hölgyről van szó, tehát nő, ráadásul az is egy fontos erény a Fidesz részéről, hogy tudjam mutatni azt nemzetközi szintéren is, hogy, hogy női politikusok is komoly karriert csinálhatnak a pártban. Tehát minden szempontból nagyon jó lett volna nekik, és az a gyanúm, hogyha ő lett volna a listavezető, akkor szerintem ő lett volna a biztos jelöltje is a Fidesznek. Tehát ő mindenképpen egy nagy veszteség. De más egy régi motoros, tehát ő azt gondolom, hogy az ő jelölése a tekintetben egy biztonsági játék, hogy a Fidesz szavazóknak egyértelmű üzenet, Na de nem Fidesz szavazók közül, tehát azok közül, akik esetleg bizonytalanok, és azért mindig minden párt törekszik arra, hogy a bizonytalanok közül is tudjon felszínni szavazókat. Az ő számukra nem fog működni valójában az ő személye, de egyébként ő ilyen értemben most biztosan megy a Fidesz, mert a Fidesz támogatók, azok viszont biztos de fogják fogadni, hiszen ő a rendszerváltás egy ikonikus alakja. Jó, de az ő konfrontatív politikája az, ami kérdéses, hogy Brüsszelben ez hoz vagy visz majd. Hát nézze, én azt gondolom, hogy mivel Dajos már régóta ott kint van a brüsszeli politikában, és nem merült még fel, amit előbb például Varga Judittal kapcsolatban mondtam, hogy biztosként őt jelöljék. Hát szerintem ilyen értelemben az ő személye, a kérdése, jogos, nem, a, tehát ő nem arra fog törekedni, az, az ő jelölése nem az az üzenet, hogy szeretnénk most valami új politikát. Brüsszellel kapcsolatban kialakítani, szeretnénk kompromisszumokat találni, szeretnénk megállapodásra jutni, tehát ilyen értelemben ez jogos. Hát ez szerintem biztonsági megoldás, tartalék megoldás a Fidesz részéről. Ha megnézzük azt, hogy a hazai esélyes pártok közül <coughs> melyek azok, amelyek, melyek azok, amelyek küldhetnek véletlen képviselőt, akkor ön hogyan lőné be? Hát most ugye folyik azért mindenképpen egy latolgatás, és ez helyes is ilyenkor, mert ez természetes, hogy gondolkodunk azon, hogy milyen eredmények jöhetnek ki a választásokon. Hát furcsa dolog ez, mert először is az Európa parlamenti választások egy kicsit ilyen futottak még, kategóriába szokott mindig tartozni, alacsonyabb a részvételi arány, bár beszéltünk a politikusokról is, és senkit nem megbántva, de az elmúlt évtizedekben az volt a gyakorlat, hogy általában olyan politikusokat raktak az európai parlamenti listákra, akik itthon valamiért már nem szerepeltek a frontvonalba, vagy azért, mert kifutóban lévők voltak, vagy azért, mert túl fiatalok voltak. A mostani választás, vagy most kezd egy kicsit megváltozni ez a dolog. Tehát érdekes módon Európával harcol a kormány zajlik állandóan egy brüsszelezés, szerintem sokszor értelmetlenül, mert az Európai Unióval Magyarországnak az lenne az érdeke, hogy megállapodást tudjunk kötni, hogy együttműködni tudjunk, és nem pedig az, hogy állandóan konfrontálódjunk. Tehát ez egy zárójeles megjegyzés. Tehát miközben egy ilyen helyzet van, azt látom, hogy most a Fidesz is elkezdte komolyan venni ezt az európai parlamenti választásokat. Hát egyfelől nagyon komolyan beszélnek róla, nagy tétet adnak neki, mindig arról beszélnek, hogy milyen fontos, milyen jelentős most ez a választás. Másfelől a lista összeállítása a Fidesznek is azt mutatja, hogy, hogy nagyon sok olyan jelölt jelent meg a listájukon, akik azért jól képzett emberek egy adott szakterületet ismernek, tehát láthatóan a Fidesz elkezdett úgy gondolkodni, hogy hát azért oda olyan embereket kellene küldeni, akik bizonyos területeken komolyan szakmai is súlyjal vagy politikai súlyjal meg tudnak jelenni. Tehát úgy tűnik, hogy az európai parlamenti választások úgy kezdenek beérni, kezdenek fontosabbak lenni, mint amik az elmúlt időszakban voltak. Na most... Mindezt ugye a latolgatások nyelvére lefordítva, Ugye láthatóan a Fidesz tétet adott neki, tehát a Fidesznek szerintem illendő lenne legalább olyan eredményt elérni, vagy a körüli eredményt, mint a legutóbbi választásokon. Mondjuk, hogyha ahhoz, mondjuk veszít ahhoz képest egy mandátumot, az még szerintem nem vészes, de hogyha alatta van, az már mindenképpen egy, egy problémás eredmény lenne a számára. Márpedig ez nem kizárt. Tehát most szerintem a Fidesz esélyes, hogy valamit veszítsen. Ezt nehéz belőni, pontosan mennyit, de valamit veszítsen a -e a támogatóiból, és az ellenzéki oldal viszont még érdekesebb, mert az ellenzéknél ott nagy átrendeződés várható. Ugye azzal, hogy Magyar Péternek megjelent a Tisza nevű pártja, ez biztosan valamilyen módon meg fogja vetni a lábát az európai parlamenti választásokon, és mandátumokat azokat nem a Fidesztől fog elvenni elsősorban, szerintem, hanem az ellenzéktől. Úgyhogy az ellenzéki oldal van igazából veszélyben, a baloldal van veszélyben az új politikai erő által, amelyik megjelent. A magyar-péter Magyar jelenségről még beszélünk részletesebben is, de ha visszakanyarodunk a, az európai parlamenti választásokhoz, akkor mi látszódik? Sokan arról beszélnek, hogy egyértelmű jelei vannak annak, hogy a választásokat ez alkalommal vélhetően a jobb vagy a szélső jobb előretörése fogja meghatározni, ez pedig átrendezheti-e a jelenlegi parlamenti helyeket? Igen, a a magyar kormánypárt, ahogy ön is kérdezte, nagyon reménykedik ebben, hogy lesz egy jelentős átrendezés, átrendeződés. Ugye Orbán Viktor azt mondta, hogy foglaljuk vissza Brüsszelt. Ugye tehát most ez a cél, hogy, hogy elfoglalni Brüsszelt, megváltoztatni a brüsszeli politikát. Hát igazság szerint én erre elég kevés esélyt látok. Tehát én magam is kíváncsian várom a választásokat. Én inkább arra adnék sanszot, ahogy látom a mozgásokat, hogy egy enyhe átrendeződés lesz, de elfoglalás nem. És nem lesz áttörés. Tehát a jobb oldal részére, amiben a magyar miniszterelnök reménykedik, hogy a jobb oldal olyannyira megerősödik, hogy ő lesz a domináns a brüsszeli politikában vagy az európai parlamenti politikában. Ennek a realitását nagyon szerénynek látom. Inkább azt gondolnám, hogy a néppárt továbbra is megőrzi a pozícióját. A szocialisták is valószínű, hogy megőrzik, talán veszítenek valamennyit. A nagyobb veszteség az valószínű a zöldek részéről és a Macron fél által bekebelezett liberálisoknál várható talán. És elképzelhető, hogy valamennyit erősödik a Georgia Meloni féle konzervatív tábor, ahová a Fidesz is igyekszik. Egyébként, ha már erről beszélünk, azért itt is azért hadd jegyezzem meg, hogy óriási politikai volt, szerintem utólag is látható a Fidesz részéről a kilépés a néppárból, azzal, hogy a magyar kormánypárt páriává vált, Kívül került mindenféle politikai szervezeten belül, kiültették a folyosóra lényegében, ezzel nem tudott befolyásolni politikai folyamatokat, elveszítette azokat a csatornákat, amelyeken keresztül információkat szerzett, és ő maga is hatással volt a politikai folyamatokra. Ez nagyon nagy baj. Láthatóan a miniszterelnök is látja ezt, és dolgozik is rajta. Tehát ezért próbálkozik találkozni, tartani a kapcsolatot az olaszokkal, tenni olyan lépéseket, amelyek esetleg a a reformerek közé bevezetnék a Fideszt. De hát ugye a helyzet változott akkor, amikor Fidesz kilépett a néppártból, ha emlékszik még rá, és talán a hallgatók és nézők is emlékeznek rá, a reformerek, ahova most reformerek és konzervatívok, akik ugye várnák most, a, vagy ahova tartoz, vagy szeretne tartozni most a Fidesz, ők akkor tártkarokkal várták abban a pillanatban be tudott volna lépni. Most meg mi történik? Azt mondják nekik, hogy várjunk, várjunk, hát várjuk meg a választásokat, és majd a választások után meglátjuk, hogy mit csinálunk. Tehát ez nem jó helyzet a magyar kormány kormánypártnak, Magyarországnak sem jó. Az országnak az az érdeke, hogy legyenek élő nemzetközi kapcsolataink, legyenek barátaink, olyan barátok, akik nehéz helyzetbe tudnak nekünk segíteni. Említett a jobb oldalt, ugye, és Georgia Meloni-t is. Azért Meloni esetében is érdekes az, hogy a megválasztását a megelőzően és azt követően, ugye Orbán Viktorral nagyon szoros barátságot ápolt. De amint belesimult, lassan az európai uniós ügyekbe, úgy lett egyre inkább unióbarát, és kapta meg azokat a forrásokat, amelyek például a menekült kérdés kezeléséhez elengedhetetlenek voltak Olaszország számára. Tehát, hogy úgy mondjam, föloldódott egy kicsit az a nagyon savas vélemény, ami mindig Melóniek részéről érkezett. És ugyanez elmondható néhány másik jobboldal prominens figuráról is Európában. Igen, de ezzel együtt, amiben teljesen igaza van, amit a kérdésében mondott már, mint abban, hogy, hogy Georgia Melon is, ugye ha most ugye érdekes, hogy azt nézzük, ha megint a Fidesz retorikát nézzük, a Fidesz állandóan arról beszél, hogy, mi, hogy ők szuverenisták. És a, ugye szuverenista ugye az azt jelenti, hogy elsősorban nemzeti érdekeket nézik, és azt gondolják, hogy az van mindenek felett, és utána jönnek csak az ilyen közös érdekek, közös európai szempontok. Na most, hát Giorgia Melone is ilyen szempontból egy szuverénista politikát folytatott, mert hiszen az ön által említett kérdéskörökben is Olaszország érdekeit nézte. Tehát például a menekült kérdésben homlok egyenest ellenkező Magyarország érdeke és Olaszországnak az érdeke. És ő pedig azt nézte, és ilyen értemben nem, azt, nem az volt a fő szempont, hogy milyen baráti szálak kötik Magyarországhoz vagy Magyarország miniszterelnökén. Tehát ezt azért nem át leszögezni, hogyha szuverenista jellegű kormányok kerülnek hatalomra a különböző országokba, azokkal nekünk még nagyobb konfliktusunk lesz, hogyha ezt a politikát folytatjuk, mint azokkal, akik azért a közös szempontokat is fontosnak tekintik. Tehát Georgia Melonival szerintem biztos megvan továbbra is a személyes jó kapcsolata a magyar miniszterelnöknek Orbán Viktornak, de az ő általa vezetett Olaszország a saját érdekeit fogja nézni, és ezt gyakran teljesen szembe megy a magyar érdekekkel. Tehát ha összefoglalom, amit ön mondott, gyakorlatilag csak hangsúlyeltolódások lesznek a választásokat követően a legnagyobb és a legerősebb frakciók részéről. Megerősödhetnek a jobboldali, szélső jobboldalról érkező erők, de igazándiból ez nem fogja teljes egészében átrajzolni a jelenlegi parlamenti térképet. Így van, ez nem fog bekövetkezni, viszont én nagyon remélem, hogy az bekövetkezik, hogy ebből a teljes elszigeteltségből, ebből a karanténből, amiben Magyarország van a Fidesz által, amiatt a súlyos hiba miatt, hogy kiléptek a néppártból, meg egyébként az miatt a politika miatt is, amely folyamatosan a konfliktust keresi az Unióval, ebből Magyarország valamilyen módon ki tud törni talán a választások után, mert hogyha belépnek például a konzervatívokhoz, a Georgia Meloni konzervatív csapatba, akkor már mindjárt oldottak valamit ezen az elszigeteltségen. Tehát én azért olyan értemben optimista vagyok, mert most független attól, hogy ki Fidesz szavazó, ki ellenzéki szavazó, ki mit gondol, az országnak mégsem az az érdeke, hogy ott üljön a kis padon, és ne tudjon semmibe se semmi Hogyha egy rövid fordul, forduló erejé kikacsintunk a tengeren túra az Egyesült Államokban, ahol szintén választások lesznek, elnök elnökválasztások lesznek novemberben, és ez annyiból fontos, hogy a évi magyar költségvetést ahhoz tették, mm. <coughs> elnézést, az Igen. ahhoz tették függővé, hogy mit hoz az amerikai elnök választás, ami már ugye önmagában is Igen. furcsa, hiszen eddig mindig elfogadták április-májusra a következő évi büdzsét. Most mégis ennyire fontos lett. Ott mi várható, mit gondol? Hát a dolgok jelenlegi állása szerint én arra számítok, hogy Donald Trump győzelme lesz. Ezt persze még nem tudjuk, mert addig még idő van hátra, és nem tudjuk, hogy lesznek-e még olyan komoly fejlemények, amelyek befolyásolhatják. És ez hogy fogja akkor megváltoztatni a most meglehetősen hűvös amerikai-magyar viszonyt? Hát olyan értelemben változhat, hogy a jelenlegi magyar kormánynak nagyon rossz a kapcsolat a Joe Biden-féle adminisztrációval, tehát a demokrata adminisztrációval. Tehát ennél rosszabbban nagyon nem is lehetne szerintem. És a magyar miniszterelnöknek ebben felelőssége van, de más szempontból, ha már sikerült ide lerontani a kapcsolatokat, akkor persze, hogy ő arra a kártyára tesz, amit Donald Trumpnak hívnak mert abban reménykedik, hogy ezzel jobb lesz a kapcsolat. Mondjuk ettől még a költségvetés nem kellene természetesen őszreteni az elfogadását, de annak én örülök, hogy összefogadják el, mert hogy ez volt a rendszerváltás óta a hagyomány. Az értelmetlen dolog volt betenni ezt tavaszra meg nyárra hozzátenni. Ilyen értelemben visszatérünk a normális útra. Hát erre persze most van ez a magyarázat az amerikai elnök de ez nyilvánvalóan, hogy semmi köze az amerikai elnök a magyar költségvetéshez. Szóval, Visszakanyarodva erre, Trumpot látom esélyesnek. Valahogy az a helyzet vele egy picit. Látunk ilyet a politikában, hogy minél többet rángatják a bíróságra, annál népszerűbb lesz. Volt már ilyen Magyarországon, Hongyula esetében minél többet pufajkázták annak idején, vagy mondták rá, hogy pufajkás 93-94-ben, annál népszerűbb lesz. És bizonyos szempontból jelen pillanatban Magyarországon is látjuk Magyar Pétert minél jobban üti a jobboldali sajtó annál ismertebb és annál népszerűbb lesz. Tehát valami hasonló jelenség zajlik éppen Trumpnál is. Úgyhogy ezért számítok ki az ő győzelmére, de ne felejtjük el, hogy olyan indulatok vannak mindenhol, Magyarországon és a politikában, az Egyesült Államokban is, hogy azért nem tudjuk, hogy van-e még valami a tarsolyban, ami esetleg átrajzolhatja ezt a képet. Ha már említett, akkor mit gondol Magyar Péter felbukkanásáról a belpolitikában? Hát erő alapvetően azt gondolom, hogy egy hullám dobta őt felszínre. Egy olyan hullám, aminek ha érdemesebb a mélyebb okait keresni, és nem csak a felszínen nézelődnünk. A mélyebb oka szerintem kettős. Egyfelől <coughs> van egy olyan ok, ami a jobboldali szavazókra is, de az egész társadalomra hat. Ez az, hogy Magyarország komoly gazdasági válságban van most már több mint két éve. Emlegettük itt iróniával a költségvetés, de hát annak a dátumával kapcsolatban, az elfogadás dátumával kapcsolatban, de ne feledjük el, hogy ezen túlmenően, hogy bejelentették a dátumnak az eltolását, azt is bejelentették, hogy nem fogják tudni tartani a számait a költségvetésnek, tehát levették a növekedést 4,5-2,9%-ra, és a költségvetés hiányt megint feltornázták az egekbe. Az a helyzet. Tehát hogy azért ne felejtsük el, hogy tavaly is, Kétszer kellett, tehát kétszer mondtak be módosított számot a költségvetési hiányjal kapcsolatban, <kül> végül 6,7-nél állt meg, állt, ami horror magasnak számít azért Magyarország szempontjából és az uniós elvárásokat tekintve is. Úgyhogy ezek a számok mind mutatják, hogy komoly bajok vannak a magyar költségvetéssel és a magyar gazdasággal is. Tehát mi éltük át a legmagasabb inflációt, nálunk csökkentek a reáljövedelmek, az egyszerű olyan mutatók, amelyek a sima, a hétköznapi életszínvonalat mutatják, például új autóeladásokat az unió, egyetlen ország a Magyarország, ahol csökkentek ezek a számok. Tehát a magyarok szenvedték meg legjobban az elmúlt éveket. Ebben nyilván benne voltak nemzetközi tényezők, tehát COVID, energiaválság, háború, de a legfontosabb tényező az az volt, hogy hibás gazdasági döntések születtek. Elsősorban a 2022-es választások előtt volt egy olyan kiköltekezése a kormánynak, amely miatt felborult a költségvetés. Na, tehát azóta is ennek a levét is szuk. Nem tud a magyar gazdaság magához térni. Ugye Nagy Márton elmondta, hogy idén már jelentős növekedések lesznek, a, ugye a, az úgynevezett túlnyomásos vagy magas nyomású gazdaságpolitika miatt mondta ezt még januárban, illetve decemberben. Hát ma már látjuk, hogy ez, ez, nem fog teljesülni ebben az évben. Tehát ez az első számú mély ok szerintem arra, hogy egy politikai hullám keletkezik, hogy mindannyian érezzük ebben az országban, kevesebbet ér a pénzünk, mindenki idegesebb, türelmetlenebb, kritikusabb a körülötte lévő helyzettel. A a másik probléma a jobb oldalon a Kegyelmi Ügy, amely megingatta a hitét a jobboldali szavazóknak, és a baloldalon is van egy probléma, az, hogy a baloldali pártok meg hitelvesztettek. Tehát a baloldali szavazó nem akar ezekre a pártokra szavazni, és kétségbe esetten keres valami újat, ahol oda tud szavazni. Na most ezek, amikor találkoznak, tehát kegyelmi ügy, morális probléma, baloldal hitelvesztés, egy gazdasági válság, ezek, amikor találkoznak, akkor felszíre dobhatnak egy olyan figurát, mint Magyar De, téta. Ezek önmagukban nem elegendők ahhoz, hogy generáljanak valamiféle változást? Tehát, hogy belefásuljanak a, a, az ellenzéki szavazók abba, hogy ez az ellenzék ez gyakorlatilag tehetetlen. Kipattantak egyéb ügyek is már korábban, nem csak olyanok, mint a, a kegyelmű ügy, de mondjuk most a kegyelműről volt szó, vagy ugye a gazdasági válság külön-külön. Tehát külön-külön ezek nem lettek volna elegendők, csak így, egy ilyen eredőként. Igen, általában ezeknek a, a tehát mindig a politikában akarnak változások, ugye több kérdés, és tehát több probléma is találkozik, és és uh, itt is erről van szó szerintem. Azt mondjuk más kérdés, hogy, hogy Magyar Péternek a mozgalmát, ugye ezt a Tiszapárt néven megjelent mozgalmát ma még nem lett szerintem meg ítélni, hogy mennyire ez tartós. Biztos, hogy egy darabig itt lesz velünk, hogy ez tényleg meg tud-e maradni, vagy sem. Magyarországon szerintem ezt még nem tudjuk megmondani. Már csak azért is, mert az egésznek az indulása körül van baj, hogy azért ezt is hozzátegyem. Én szerintem az, az erkölcsleg egyáltalán nincs rendben, hogy valaki úgy jelenik meg a közéletben, hogy titokban engedély nélkül fölveszi a feleségével való beszélgetést, majd azt szintén engedély nélkül lejátsza. Szerintem ez egy súlyos morális határnak az átlépése, ami probléma. Másról azt se felejtsük el, hogy általában nemzetközi példák is azt mutatják, hogy az ilyen hirtelen felbukkanó mozgalmak, amelyek mögött az illúzió kergetés áll, tehát ugye erre szoktuk mondani, hogy van egy messiás várás mögötte, ezekből viszonylag gyorsan hirtelen kiábrándulás lesz. Ezt a szomszédországokban is látjuk, lásd Szlovákia például, Igor Matovics hasonló volt pár évvel ezelőtt, vagy Szlovénia is, ugye a jelenlegi szlovén kormányfő is, a választások előtt két hónappal bukkant fel a semmiből szinte egy párt el, illetve nem teljesen semmiből, mert előtte már politikában volt a próbálkozásai. Úgyhogy vannak ilyenek, de ezek általában gyorsan szerte is foszlanak. Tehát az, hogy ebből mi lesz tartósan, még nem tudjuk. Miben mond ön szerint újat, Magyar Péter? Amit én eddig hallottam, az gyakorlatilag az ellenzék oldalán az elmúlt 8-10 évben itt-ott különböző megfogalmazásokba, de már feltűnt. Sőt, ugye a Fidesz által használt közkedvelt gondolatokból is emelt át. Akkor mi ebben az új? Mitől lett ez ilyen hirtelen ekkora népszerűségnek Tetszett. Amiatt, amit mondtam, én nem látok egyelőre benne politikai innovációt. Egyáltalán. Jelent -e ez valamilyen veszélyt a Fidesz számára? Jelent. Szerintem... Vagy, pedig, vagy, pedig, ezt abszolút úgy kezelik, mint egy olyan jelenséget, ami idővel meg fog szűnni, és ezen lépünk túl. Szerintem nem, óriási kihívás az ellenzéknek, tehát az, az ellenzékre csapást mér. Ez a Fidesznek meg jelent problémát, azt kell, hogy mondjam, tehát jelent egy fricskát, de az idő fogja ezt, ezt kideríteni, hogy jelente többet egyenlőre. Szóval én azt gondolom, hogy, hogy azért politikai innováció nincs az ügyben, de Magyar Péternek láthatóan van tehetsége. Tehát azon túlmenően, hogy szerintem, ahogy előbb elmondtam, az én értékítéltem szerint ő egy súlyos morális határt lépett át, ami szerintem nagyon nagy baj a politikában, tehát rosszul indított, egy rossz antréval az én véleményem, az én értékrendem szerint ezzel a morális határral, amit előbb a hangfelvétellel kapcsolatban mondtam, de azon túl menően van politikai érzéke nekem, az a benyomásom. Tehát szerintem ügyesen találta meg Rogán Antal célpontként. Rogán Antal ugye nem kell különösebben részletezni, mind a Fidesz táborban, mind az ellenzéki táborban rendkívül népszerűtlen. Tehát őt támadni hálás feladat, tulajdonképpen egyszerű feladat, ilyen értelemben. Láthatóan azt is, hogy az európai parlamenti választásokon induljon arra, helyezze a fókuszt ne az önkormányzatra, ezt is ügyesen találta meg, mert nem lehet az önkormányzatira felkészülni ennyi idő alatt hát az európai parlamentét, viszont egyszerűen lehet abszolválni. Ott még a hit és a lelkesedés visz. Tehát sok konkrétumot nem kell mondani. Politikailag értelmes gondolatokat nem nagyon kell még mondani, azon túl, hogy vagy nem mondó butaságokat, csak hát, ahogy ön is fogalmazta a kérdésébe, azokat mondja, amiket már évek óta hallottunk. Tehát ilyen értelemben újszerű nincs benne, inkább az az újszerű az ellenzéki szavazónak, nem győzöm hangsúlyozni, az ellenzéki szavazó el van keseredve hosszú ideje, hogy vannak a pártok, vannak a vezetőik, ő rendesen leszavaz rá, mert ő már szeretné leváltani Orbán Viktort és a Fideszt, és állandóan kudarc van. Állandóan kudarc, most már 14 éve ezt látja, és már szeretne valami más, és szeretne más pártokat, meg más embereket látni. Tehát ebbe hozott újdonságot Magyar Péter a tartalomban nem. Hogyha maradunk az önkormányzati választásoknál, akkor tavaly az Indexen írt egyik véleménycikkében vetette fel először azt, hogy Budapesten vissza kellene hozni a listás szavazást, és úgy kellene bejuttatni ismét a közgyűlésbe a képviselőket. Aztán erre rácsatlakozott a mi hazánk, beterjesztették, és meg elfogadták ennek a módosítását. Igaz kicsit másképpen, mint ahogy a mi hazánk azt eredetileg tervezte volna. De miért, lett, miért, volt, miért, lesz ez ennyire fontos ön szerint? Miért kellene újra visszatérni ahhoz, ami 2014 előtt volt? Hát az mondom se kell, hogy amikor én ezt felvetettem, egyáltalán gondoltam, hogy majd a mi hazánk fogja beterjeszteni a parlamentbe, mert végtelenül távol állt tőle mindenféle szélső jobboldali politikai kezdeményezés, mondanom se kell, de az én javaslatom, tehát amikor én ezt elmondtam, vagy megírtam valóban az indexen, akkor azért írtam meg, mert egyszerűen azt láttam, hogy ezer baj van a fővárossal, tehát én most is azt gondolom, hogy sajnos egyébként a fővárosnak az elmúlt öt éve Karácsony alatt a rendszerváltás utáni legrosszabb volt, tehát Demszki Gábor is jobban csinált ezt sokkal, és Tarlós István is. Ami amely... volt itt azért egy kis hazabeszélés lehet, nem? Demszki ugye az SZDSZ én ezt vállalom, hogy lehet, hogy elfogult vagyok vele, már csak azért is, mert azért Denszki Gábor azért a rendszerváltás hőse volt, ne feledjük el, és sokat köszönhetünk, tehát neki effektíve az, hogy szabadságban élünk, köszönhetjük neki, de szerintem ön, jó, ön bírálja karácsony elmúlt öt évét. Abszolút bírálom, mert nem tartom jónak, tehát szerintem ez De nem ehhez volt hogy jó. Jön akkor a listás? Ugyan, hogy, hogy ebben azon túlmenően, hogy a főpolgármester felelőssége is ott van, volt szerintem egy struktúrális probléma, ami viszont a Fidesz felelőssége volt. A Fidesz ugyanis megváltoztatta 2016-ban a választási rendszert, és egy olyan választási rendszert csinált, ahova a kerületi polgármesterek ültek be. És nekem az volt a tapasztalatom, meg másokkal beszélve, akik rendszeresen jártak a fővárosi közgyűlésre, hogy egyszerűen a fővárosi szempontok nem jelentek meg, tehát kerületi szempontok jelentek meg a közgyűlésbe elsősorban, a fővárosi szempontok nem. És ezért én, én megértem ezt tavaly ősszel az indexben, hogy egyébként azt gondolom, ha már így a választások előtt vagyunk, még van időnk rá, hogy ezen változtassunk, és térjünk vissza oda, ami a rendszerváltáskor volt és működött egyébként 2016-ig, tehát ilyen értelemben 26 éven keresztül jól működött Magyarországon, méghozzá az, hogy listán szavazunk a fővárosi képviselőkre, és akkor ez beterjesztette a mi hazánk, aki aztán később nem szavazta meg a parlamentbe a saját. Hát azért, mert a Fidesz beletett egy csavart. Így van, és aztán viszont megszületett ez a törvény. Egyébként szerintem jó, hogy ez van. Ez kinek fog kedvezni ön szerint? Én szerintem, tehát hogy mindannyiunknak kedvez, mert sokkal nagyobb esélye fognak végre nem csak kerületi, partikuláris érdekek megjelni, hanem összfővárosi érdekek megjelni a fővárosi közgyűlésben. Tehát ilyen értelemben ez mindannyiunknak jó lesz politikailag, pedig az a véleményem, hogy elsősorban azoknak kedvez, akik nagyobb és szervezette politikai erőként jelennek meg a városban. Tehát mindenképpen. sokkal könnyebb lesz a kisebb pártoknak is bejuttatni képviselő, 15 os a küszöb, Persze, nem meg. Persze, de azért, azért szervezetnek kell lenni, és megfelelő mennyiségű jelöltet el kell indítani a városban, ahhoz, hogy listát tudjon állítani. Tehát azért ez nem egy egyszerű dolog. Én szerintem hozzá fog járulni ahhoz, hogy tisztuljon a politikai paletta mindenképpen Budapesten is. Ha már a főpolgármesterekről volt szó, mit gondol a három jelöltről, Vitéziről, Szentkirályról? Hát én ezt nagy örömmel És látom. Hogy... Nagy örömmel látom, hogy valódi verseny van most a budapesti mert már csak azért is, mert mert szerintem Budapest egy fantasztikus nagy kincse az országnak. Nem csak azért, mert az adatok is azt mutatják, hogy ugye a nemzeti ösztermék, tehát a GDP termelés szempontjából, kulturális szempontból te minden közlekedés, turizmus, stb. Tehát ezer szempontból meghatározó az országban, hanem hát egy gyönyörű város szeretjük. Ezért is vagyok kritikus azzal, hogy látom, hogy az elmúlt öt évben nem fejlődött úgy, ahogy kellett volna neki. És most nagyon jó, hogy van három jelölt, aki versenyez azért, hogy ebből a városból legyen valami, tehát újra el valami fejlődés. Kit lát esélyesnek? Szerintem mind a hárman esélyesek egyformán. Én most nem tudnám megmondani, hogy, hogy kinek van a legnagyobb esélye a végén befutni. Először is Szent Királyi Alexandra, ugye a Fidesz jelöltje, önmagában azért is esélyes, mert Budapesten is a Fidesz a legerősebb párt, ezt ne felejtsük el. Másfelől szerintem... Hát pedig, és ő volt főpolgármester helyettes is, volt, de hát van, van, ilyen irány irány tapasztalata. tapasztalata. Van tapasztalata, és nagyon érdekes a kampányát, ahogy, ahogy, elindította, hogy mondjam, tehát értelmiségi szempontból nagyon sokan kritizálják ezt a kampányt, de nekem az a tapasztalatom, hogy a hétköznapi emberhez eljut az az üzenet, amit csinál. Tehát ez, ezt, ezt, nekünk meg kellett tanulni a politikában, hogy nem feltétlenül a saját ízlésünknek kell a kampányt csinálni, hanem, hanem, a cél az, hogy minél több embert elérjen a politikai üzenet. Tehát szerintem ő ügyesen indította el a kampányát. Meg kell, hogy vajon, hogy én személy szerint, tehát az én ízlésemnek legjobban a Vitézi Dávid féle kampány felel meg, mert én ne, nekem nagyon tetszik az, hogy jön egy fiatal ember, láthatóan szenvedélyesen szereti Budapestet, ért hozzá, Fantasztikusan jó videóval indít, az egész kampány elindítása azóta is, amiket csinál szerintem. Ennek a műfajnak a legjobbjai, amiket ő letesz az asztalra, az más kérdés, hogy őnek a gyengéje az, hogy hogy széleskörű körű politikai támogatottság nincs mögötte. Ott van az LMP ugyan, de hát az LMP egy pici párt. Visszalépett most a jobbikos jelölt, ugye a Brenner Kolomán a javára, de hát az is pici, hát a jobbik meghatározhatatlan <tört> Budapesten. Nem beszélve arról, hogy azért egy kaotikus dolog, hogy a jobbik szavazó, meg a, tehát ezek hogyan szavaznak egymásra. Tehát ez egy gyengéje Vitézi Dávidnak, de szakmai felkészültségben, mondani valóban, Budapesttel kapcsolatos mert értelmes közölni valóban szerintem torony magasan kimagaslik a mezőnyből. És hát ott van Karácsony Gergely, akinek azért van bázisa, van tábora, ne felejtjük el, a DKMSP párbeszéd támogatottság azért ott van mögötte. Viszont én nagyon kritikus vagyok az ő teljesítményével, tehát szerintem a, ő, mivel regnáló polgármesterként indul ebbe a versenybe, nála mérni kell azt, hogy az elmúlt öt évnek mi a hozadéka, és azt szerintem gyenge ez a bizonyítvány. És akkor ennek alapján mire számít, mit vár nőni fog például a fideszes polgármesterek száma Budapesten? Hát ez érdekes, amit most kérdez, mert vannak különleges kerületek. Tehát ugye a van hát Fidesz... ilyen csatatérkerület. Így van, tehát a Fidesz nem arról volt híres, hogy Budapesten olyan nagyon komoly befolyása lett volna, bár ugye Tarlós István Fideszes polgármesterként volt, bár megjegyzem, ugye Tarlós István én még onnan ismerem, hogy SZDSZ-es polgármester volt. Ugye a 90-es évek elején, hiszen ő a harmadik kerületet Óbudát az SZDSZ színeibe vezette. Tehát Ugye, tehát volt a Fidesznek főpolgásra, de nem volt valójában igazából sohasem olyan nagyon meghatározó, nagyon domináns erő Budapesten. Most egy-két helyen érdekességek várhatók. Például az első kerületben, ugye ott az első kerületes polgármester szerintem nagyon rosszul csinálta azt, amit csinált, főleg ugye a vári lakások ügyében magára haragította a a kerületben lakók jelentős részét. Úgyhogy ott szerintem az egy csatatér, ahogyan is fogalmazott, ott várható az, elképzelhető az, hogy a Fidesz át tudja venni az ellenzéktől a kerületnek az irányítását. 12. kerület, az külön megint egy csemege, hiszen a 12. kerületben Pokorni Zoltán nem indul, aki hát egy legendás figurája Fidesznek, elnöke is volt, oktatási miniszter is volt, tehát szintén a rendszerváltás óta meghatározó figurája a magyar politikai életnek és helyette indul Fonti Krisztina, aki az alpolgármestere volt, tehát neki nagy fória az, hogy szintén már évtized óta benne van a kerület működésébe, szeretik, népszerű a kerületben mindenképpen. De vele szembe megjelent Kovács Gergely, ugye, aki már régóta ott van a kerületben, a kétfarkú kutyapártnak a vezetője, aki most az előválasztást, mert ugye előválasztás is volt a kerületben, megnyerte. Itt azért érdemes megállni egy pillanatra, és azért szeretném elmondani, hogy ez az előválasztás történet, azért ez egy érdekes dolog, mert már amikor ugye a legutóbbi választások előtt, parlamenti választások előtt, 2022 előtt, 21-ben előválasztás volt, tehát már Kizai Péter került kiválasztásra. Ez megmutatta, hogy az, hogyha a szavazóknak egy töredéke vesz részt az előválasztáson, itt is ugye a 12. keretben 10%-os részvétel volt. Tehát ott is már Péter esetében hasonló részvétel volt. A radikálisok mennek el, ők szavaznak, és ez a ez eredmény nem tükrözi a széles körű ö, szavazóknak a véleményét. Ezért Márkizaj Péterrel is tulajdonképpen ráfaragott az ellenzék. Úgyhogy nem tudom, hogy mi lesz a 12. kerületben, de ott is egy érdekes kísérletnek vagyunk tanulni. Ugye ott fölmerült az, hogy élő Norbert a DK részéről indul. Bár én megnéztem, és ő nem vette fel a lapokat, tehát szerintem ez rémhírő, nem fog elindulni polgármester jelöltként, de ez a történet mutatja azt, hogy az ellenzéki pártok között nincs megállapodás. Aztán ott van a harmadik kerület, ott van Zugló esete, ott van a kilencedik kerület, ami szintén most eléggé darásfészeknek tűnik. Így Ugyan, van, a kilencedik. bejelentette, hogy indul. Így van, a kilencedik kerület is abszolút csatatér ilyen tekintetben, főleg az, egy Gegesi Ferenc régi SZDSZ-es polgármester szintén, aki hát annak idején népszerűen és kiválóan irányította a kerületet. Baranyi Krisztina, aki nagyon sok konfliktus halmozott fel, kérdéses, hogy mennyire tud megmaradni, és a 14. kerület is ide tartozik, még ugye Horváth Csaba esetében ott is az ellenzéknél van komoly mozgás és komoly ellentétek. Ott, ott ugye annyira marják egymást talán, hogy nevető harmadiként befuthat a Fidesz is? Így van, tehát összességében azt tudnám mondani, hogy valójában ezekben a kerületekben, amiket ön is felsorolt, én is felsoroltam, és most nem is akarom untatni nézőket, hallgatókat ezzel, bár ezek érdekesek önmagukban, de tudunk példákat mondani, mindegyikben az a recept valójában, vagy az a probléma, hogy az ellenzék nem tud ötről a hatra jutni, tehát nem tudnak egymással megállapodni. Márpedig ez azért előrevetíti ezt a problémát, amit mindig el szoktak mondani, hogy na jó, de hogyha most itt nem sikerült, tehát egy előválasztáson, vagy egy előválasztás után, vagy egy 12. kerületben, vagy egy 9. kerületben, vagy sorolhatnánk tovább, 14. kerületben nem sikerül megállapodni, akkor hogy szeretnék együtt irányítani ezt a várost, meg ezt az országot. Tehát ez mindig felvethető, ez a probléma. Ez a gyengesége örökké az ellenzéknek, ezt hívjuk úgynevezett kormányképességnek, és ebbe szokott mindig a Fidesz ügyes lenni, de Fideszre rákkányodva, ugye? Az is érdekes, hogy elindult egy az Orbán Viktor miniszterelnök részéről egy országjáró körút, most úgy tűnik, méghozzá úgy, ezt nem jelentették előre, ez azt mutatja, hogy a Fidesz is érzi azt, hogy baj van. Tehát, egy neki is oda kell figyelni, könnyen ezek a mozgások a fidesz szavazatokat vehetnek el. Ugye többször is említette az, hogy az sds ben politizált elég sokáig. Az egyik kérdés az lenne, hogy nem gondolkodik, hogy visszatér a politikába? Nézze, ez olyan a politika, hogy én ezt nagyon szerettem, és ugye sok szinten csináltam, de voltam többször miniszter, pártelnök, stb. Tehát azt gondolom, hogy van elég tapasztalat, értek is hozzá, vagy jön egy helyzet az embernek, vagy nem. Tehát én most egy olyan szituációban vagyok, ahol tanítok az egyetemen, írok cikkeket többek között az Indexen, amire már hivatkoztunk máshol is, mihárok műsorokban. Én ezt szívesen csinálom, hogyha értelmes politikai kihívást látok, akkor, akkor nyilván végig fogom gondolni. Én a magyar liberális pártot is, amikor vezettem, én azt nagyon szívesen csináltam, de azért is hagytam abba, mert láttam előre, ami bekövetkezett, ezt nem volt nehéz látni, hogy óhatatlan is megy az ellenzék abba az irányba, hogy a kis pártok el fognak tűnni, fel fognak szívódni, és lényegében egy Gyurcsány Ferenc által dominált ellenzék lesz, és én ebben nem akartam részt venni. Úgyhogy ha olyan értelmes feladatot látok, amire azt mondom, hogy na, ez érdekes, és talán én meg tudom még oldani, akkor biztos, hogy végig fogom oldani. Jó, és a mondat másik fele, tehát ugye az SZDSZ-re többször hivatkozott, hogy azért ön eredetileg Fidesz alapító volt. Így van. És onnan indult, onnan léptek át többen a 90-es évek elején az sds be A kérdés az, hogy tartja még valamilyen szinten a kapcsolatot a régi alapítókkal, Fideszes alapítókkal? Hát nézd, ez olyan dolog, hogy én nem... Beszél v... Orbán Viktorral? Szóval én nem változtam, tehát én már 88-89-ben is liberális voltam, és a Fidesz akkor, amikor... A Fidesz, a is jöttem, liberális a Fidesz volt, és liberális mert volt, mert ugye liberális, volt, liberális internacionáljának volt a tagja. Pontosan. Tehát én nem változtam, a pártok közben váltott. A Fidesz elég nagy változási utat járt le, és az SDS maradt az egyetlen liberális párt. Tehát... Ez akkor, amikor mi 93-ba kiléptünk, már akkor már látható, hogy a Fidesz más irányba megy, akkor okozott konfliktusokat, utána mi azért nagyjából helyreállítottuk a kapcsolatunkat másokkal is, Ormán Viktorral is, meg a Fidesz vezetőivel is. Tehát az, a, az az állapot, ami 93 után volt, hogy nem is beszéltünk egymással, mi ugye a Viktorral egy szobában laktunk, a kollégiumban a legjobb barátok voltunk, tehát nagyon közeli viszonyban voltunk egymással. Szóval az hála Istennek megváltozott, és azt gondolom, hogy ma van, lényegében mindenkivel egy normális kapcsolat van, így vele is, tehát Orbán Viktorral is. Nem szoktunk gyakran beszélgetni, néha előfordul, hogy beszélünk, de hát ebben nem feltétlenül politikai kérdések vannak, mert mások is, mert hiszen minket ezer dolog összeköt, azért az az igazság a múltból. És azért az embernek ezek később, az a ja, nehéz harci helyzetben edződött barátságok felértékelődnek szerintem az idő múlásával. Fodor Gábor, köszönöm szépen. Én is köszönöm. Önöknek pedig köszönöm, hogy velünk tartottak az indexen, a kibeszélőt látták. Viszontlátásra!